Bár nem a megszokott helyszínen, de hasonló előkészületek övezték az iskola szalagtűző eseményét, mely minden tanév egyik égköve az intézményben. Egy rendvédelmi orientációjú gimnáziumi osztály, egy egészségügyi és szociális ágazat, valamint a rendészeti és közszolgálati ágazat diákjainak a szíve fölé tűztek szalagot. Kovács Tibor igazgató örömét fejezte ki, hogy az idén együtt ünnepelhettek. Köszöntő beszédében elmondta, a diákok először újszülött korukban kapják meg első szalagjukat, kamaszként ezt felváltja egy-egy fesztiválon kapott karkötő, mindezeket pedig egyesíti a most feltűzött gyöngyház színű, amely a felnőtté válás szimbóluma. Ez a szalag az összetartozást jelképezheti. Jelképezi azt, hogy mi, júgyusok, összetartozunk, egybe vagyunk, tanárok és diákok, egy a célunk, hogy ők remélhetőleg minél jobb, minél sikeresebb érettségi vizsgával fognak távozni ebből az iskolából. A szalagtűzést követően ünnepi műsorral ajándékozták meg a tanulók szüleiket, tanáraikat és a jelenlévőket. Ezen jelentős eseményre a diákok már hónapok óta lázasan készültek. A vendégek szemtanúi lehettek az osztályok által bemutatott keringőknek, melyet szép báli ruhákban adtak elő, emellett pedig az osztálytáncoknak és az elmúlt éveket összefoglaló rövid videóknak. A fotókon látott boldog pillanatokat az iskola diákjai is megerősítették, akik örömmel fognak visszaemlékezni az osztálytársakra és az együtt töltött időre. Nagyon örülök, hogy ők lettek az osztálytársaim, hogy megismerhettem, mert nem vagyunk egyformák, különböző egyéniségek, jó emlékek lesznek, nagyon fognak hiányozni. Ez az iskola adott nekem legjobb barátnőt, az osztálytársamat, aki tényleg mindig ott van mellettem, és tényleg, ha majd nézi, akkor nagyon köszönöm neki. Összetartóak vagyunk, én úgy gondolom, meg segítjük egymást, ahol tudjuk, meg igazából elmondhatjuk egymásnak, ami úgy éppenséggel bánt minket. Szóval emiatt nagyon szeretem az osztályt. Az est hangulatát Börcsök Erika, az iskola egykori tanulója pesdítette fel énekes produkcióival, és hogy a stílusok kavalkádja teljes legyen, a néptánc világába is bepillantattak az este folyamán a vendégek. Az eseményről készített hosszabb összefoglalónkat Csütörtök esti társalgó című színes kulturális magazinunkban láthatják.